Kell a közös agrárpolitika a következő Európai Uniós ciklusban. Világkampánya biztonságos és jobb internetért. Antropometriai mérések az ETK-n. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják, február 7-én szerdán tartsanak velünk. Szükség van közös agrárpolitikára a következő Európai Uniós finanszírozási ciklusban, jelentette ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke, az országgyűlés alelnöke kedden Pécsett. Szükség van a termelést támogató és a vidékfejlesztést is szolgáló pillérekre. Ezt Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az országgyűlés alelnöke mondta a kormány agrárpolitikájának eredményeit a helyi gazdálkodóknak bemutató fórum előtt tartott sajtótájékoztatón. A MAGOSZ elnöke fontosnak nevezte, hogy a Brexit ellenére is megmaradjon az agrártámogatások reálértéke. A britek kilépése az EU-ból évi 13-15 milliárd eurós kiesést jelent, jegyezte meg kiemelve, hogy Magyarország bejelentette, hajlandó növelni a befizetések arányát. Jakab István továbbá komoly eredménynek tartja, hogy a mezőgazdasági termelésben 2010-hez képest 50 ezer fővel dolgoznak többen, az élelmiszeriparban pedig szintén 2010-hez képest 27 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma. Ha a kibocsátást nézzük, közel 40%-kal nőtt az agrárkibocsátásunk, tehát 2613 milliárd forint ma az agrárkibocsátásunk évente. Tehát ez egy hatalmas eredmény úgy szintén az exportunk tekintetében. 5,6 milliárd euró volt az exportunk 2010-ben, ma a 8 milliárd eurót meghaladja az export úgy, hogy részben a termék volumen növekedett ez az első időszakban, azt követően pedig inkább a magasabb feldolgozottsági fokot elért termékeket vittünk piacra, tehát nőtt a hozzáadott érték, magasabb színvonalon tudtunk termelni. Hát nyilván ez összefügg azzal, hogy a feldolgozóipar kapacitása is jelentősen bővült. Komoly eredménynek tartja, hogy 200 ezer hektár állami földet tudtak megvásárolni a magyar gazdák. Kiemelte, úgy tudták jelentősen növelni Magyarország számára a támogatásokat, hogy közben a többi tagállamnál stagnált vagy csökkent a forrás. Jakab István szólt arról, hogy Magyarország GMO-mentessége a versenyképesség szempontjából is fontos, mivel egyre inkább nő a világon a kereslet a magas minőségű élelmiszerek iránt, amit a vevők hajlandók is megfizetni. Hoppál Péter Pécs fideszes országgyűlési képviselője az eseményen arról beszélt, hogy ég és föld a mezőgazdaság 2010 előtti és jelenlegi állapota közötti különbség. Azok a gazdasági társaságok, akik óriási földterületekkel rendelkeztek, és nagy gépesítéssel kevés embernek adtak munkát, ehelyett átfordult a családi vállalkozások, családi gazdaságok irányába ma már a föld tulajdonlás. Úgyhogy nagyon örülünk annak itt Baranya megyében is, ahol hagyományosan úgy tudjuk a régi gazdáktól és a falu öregjeitől, falvak öregjeitől, hogy jó minőségű földet adott az Úristen az itteni megyének. Szeretnénk látni, hogy milyen perspektíva rajzolódik ki az előttünk álló évekre vonatkozóan. Ezért nagy örömünk az, hogy a hazai mezőgazdasági területnek az egyik kiemelt érdekvédelmi szervezete, a MAGOSZ országos elnöke, aki az országgyűlés alelnökeként is szolgál ebben a ciklusban, Jakab István elnök úr meglátogatta a baranyai gazdákat, és a mai napon bármilyen kérdéseiket fel is tehetik az ide, erre a fórumra elérkezett gazdák és családi vállalkozók. Hoppál Péter hozzátette, szeretnék látni, hogy milyen perspektíva rajzolódik ki a következő években az ágazatban.
Teljes körű látogatási tilalmat rendelt el dr. Sebestyén Andor, a PTE klinikai központ elnöke, az intézmény valamennyi fekvőbeteg ellátó osztályán 2018. február 7-től az influenza-szerű megbetegedések halmozott előfordulása miatt. A látogatási tilalom alól védőfelszerelés, orr, szájmaszk, védőruha használata és kézfertőtlenítés kötelező alkalmazása mellett kivételt képez a gyermekosztályokon a beteget kísérő, ápoló, szülő, szülés esetén a szülőnő által meghatározott személy, súlyos állapotú beteg mellett hozzátartozó az adott egység vezetőinek engedélyével. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes. Február 7-e a Biztonságos Internet napja, melyet ma már a világ több mint 120 országában, köztük az Európai Unió mind a 28 tagállamában minden év februárjának második kedjén megtartanak. Magyarországon az ORFK ezt a hetet jelölte meg az internetezés veszélyének felhívására, amelyhez a pécsi rendőrkapitányság is csatlakozott. Ez azt jelenti, hogy a szakemberek középiskolákba járnak ki felvilágosító órákat tartani. A Nemzetközi Internet Napja elnevezésű programot a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hirdette meg. A rendőrség pedig aktívan közreműködik ennek segítésében. Felhívják a figyelmét nem csak a szülőknek, pedagógusoknak, hanem a gyerekeknek is arra, hogy a világháló használata milyen veszélyekkel járhat. Az internet ugyan ma már kikerülhetetlen és fontos, de olyan veszélyeket rejteget, amiről nem is tudnak a fiatalok élettapasztalat hiány és egyéb okok miatt, mondja dr. Vitális Ágnes, a pécsi rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője. Mi sajnos azt tapasztaljuk, hogy sok esetben a szülők maguk sem tudják pontosan ezt, mert nem töltenek ők sem elegendő időt a gyermekeikkel ilyen jellegű tevékenységek közepette, illetve van, aki saját maga sem ért igazán az internet használatához, és ezért próbálunk segítséget nyújtani ebben. Tudni kell azt, hogy az iskolákban ugye folyik már ilyen jellegű oktatás, azonban ez inkább a használat, az internet használatára irányul. A veszélyeket, azokat kevésbé szokták a gyerekeknek elmondani. A pécsi rendőrkapitányság évek óta rendszeres felvilágosító tevékenységet végez az általános és középiskolákban, hiszen már 4-5 éve problémát okoz a felelőtlen internet használat. Az iskolák pedig jelzik is igényüket. 2015-ben mi már szerveztünk a diákok és a pedagógusok meg a szülők számára egy olyan jellegű rendezvényt, ahol több előadó jelent meg, és ebben a témakörben tartottak előadásokat. Ezt mi felhasználtuk az iskola rendőreink oktatására is, hiszen az iskola rendőrök is a saját intézményükben ebben a témakörben szoktak tájékoztató előadásokat tartani. Tudni kell, hogy a gyerekek nagy előszeretettel használják ugye az internetet különböző szórakozási tevékenységekre, de igazság szerint nagyon kevesen tudják azt, hogy milyen veszélyek fenyegetik őket. A tartalmi kapcsolati kockázatokra nagyon oda kell figyelni, teszi hozzá az alezedes. Itt még a függőség veszélye is fennáll. Sok esetben még egészségügyi problémákat is okozhat a túlzott internet használat. Január 21-én 15. alkalommal rendezték meg a Tüke-díj átadó ünnepséget a Tüke Alapítvány jóvoltából. Ez alkalommal Tüke-díjat adtak át, illetve idén először ifjúsági díjat, és a 10. évben kezdték el azzal a szándékkal, hogy 5 évenként emlékérmeket is kiosztanak. Az egyiken emlékéremnek a birtokosa, Morva Imre Pió atya, irgalmas rendi szerzetes, akit nagy szeretettel köszöntök, és az apropója ennek a díjnak pedig az, hogy ez a bizonyos ételládáknak a kihelyezése, a hajléktalan éhező embereknek a megsegítése, ez volt a fő dolog, ami motiválta az emlékérem adókat. Honnan volt önnek ez az ötlete, esetleg valahol hallott róla, hogy itt is megvalósítsa, vagy pedig teljesen valami kapcsán az ön fejéből pattant ki? Igen, a fejemből pattant ki. Úgyhogy a templom körül sokszor vannak ilyen kolduló emberek, és akkor úgy elgondoltam, hogy mégse a fő fronton legyen, és van nekünk egy megfelelő kerítésünk, és abba bele kell építeni egy olyan vasládát, ami megvédi az ételt állattól, esőtől, hótól, és így gondoltam el, hogy akkor hozzanak oda ételt a város lakói is, hiszen az is a gondolatom volt, hogy egy kis nevelés is van benne, hogy sokan fölfigyeljenek a szegényekre, vagy egyszerűen a szeretet meginduljon a szívükbe, vagy otthon, hát félretegyenek valamit a szegényeknek, és hozzák ide. Ez indult be tulajdonképpen ilyen tudatos papi céllal segíteni és megnevelni is az embereket is, és akkor ott a szegény emberekkel is sokszor ugye találkozom, meg mások is egymással találkoznak,
szólnak egymáshoz. Tehát ez a kommunikációnak is egy jó eszköze. Ön mennyire, hát látszik, hogy nagyon szívén viseli a hajléktalan szegény sorsú embereknek az életét. Miért tartja fontosnak az ővelük való foglalkozást, a gondoskodást, az odafigyelés, hiszen papként vannak, akik mondjuk a családokat választják inkább ilyen célzattal, vagy az ifjúságot. Ön pont ezt a területet választotta. Hát egyrészt a körülmény rá segített, mert hát ott álltak szinte minden nap és kértek valamit. Másrészt valóban nekem ez adatot, mert nálunk nincsen iskola, ugye mi kórház, templom vagyunk, szülőkkel azért találkozunk. Nekem ez úgy adatot, hogy mostan a szegényekkel segítsek, és hogy ez a lehetőség, hogy fölemelné az embereknek azt a gondolatát, hogy összetartozunk, és ne hagyjuk, hogy a másik mellettünk fázzon és éhezzen. Egy kicsit az is vezetett őszintén szólva, hogy sokszor rájuk kellett szólnom a templom kapuba, sőt azon belül kéregetőket, erőszakoskodókat, hogy valahogyan úgy tereljem el őket, hogy mégse bántsam, és segítsem őket, de azért ne a templomot használják erre. Az emlékérmet és a díjat Kerény János és az alapítványnak az elnöke és Habsburg György Európa Uniós nagykövet adta át. Önt hogy érintette ez a fajta díjazás? Váratlan volt? Biztos, hogy jól esett? Hozzászokott, hogy önt elismerik? Vagy hogy érezte ezt, hiszen ezt a díjat ugye civilek alapították és adják át? Kétségkívül, hogy meglepett nagyon, már mikor előre eljöttek és elmondták, hogy mi is ez tulajdonképpen, és ott pedig meg kell hagynunk, hogy nagyon ünnepélyesen és fölemelően rendezték meg, nagy tisztelettel, tehát arra, amint az Habsburg György mondotta is, hogy milyen jó, hogy így kezdtük Szentmisével, együttesen. Tehát én nekem is ez, mint papnak is nagyon fölemelő volt, hogy így megtisztelték a szegényekkel foglalkozó egyszerű papot, és ebben az egész egyházat is. Ön korábban kapott elismeréseket egyébként? Igen, hát több felől is. Máltai szeretett szolgálat akkor. Nem tudom, a Balatonnál is van valami el, akkor a magyar becsületrend, most nem jut eszembe más. Gratulálunk mindegyikhez. Köszönöm szépen, hogy befáradt ide a stúdióba, és elmondta az érzéseit, gondolatait. Köszönöm. Pályára állhat a Pécs melletti Karolina külfejtés rekultivációja. 2004 óta húzódik a Pannonhőerőmű ZRT birtokában lévő terület rendezése. Nemrég azonban a civilekből formálódott Karolina tájsebész érdekvédelmi csoport komoly akcióba kezdett, és most egy 700 aláírásból álló petíciót nyújthattak át Csizi Péter országgyűlési képviselőnek, aki a papírral a kezében a kormány felé is tolmácsolja az itt élő pécsiek kérését. Idén azonban ténylegesen felsorak a munkagépek Pécsbánya mellett. Csizi Péter is aláírta a petíciót, és elmondta, az államnak és az erőműnek kötelezettsége van, hogy még ebben az évben meginduljon a külfejtés eltüntetése. A következő lépés egy közös egyeztetés lesz a kormány, az erőmű, a civilek és a lakosság között, ami reményeik szerint előrelépést is jelent, tette hozzá. Csak nem egy hónapja gyűjti a Biokom a kidobott karácsonyfákat, azonban még most is kerülnek megszáradt fenyők a kukák mellé. A cég úgy tervezte, hogy január 31-ig befejeződik a fák elszállítása, azonban a lakosság írásos és telefonos bejelentései alapján úgy döntöttek, hogy még egy különjáratot szerveznek erre a feladatra. Erdős Réka, a Biokom Nonprofit Kft. Sajtófelelőse a Bama.hu-nak elmondta, ezen a héten folytatják a gyűjtést, a fenyőket pedig a Pannon Biomassa Kft. Telephelyére szállítják. Január végéig csaknem 45 tonna fenyő gyűjtött össze a járat. A korábbi évektől eltérően idén a karácsonyfákat a hulladékgyűjtés során használt zöld járatokkal is gyűjtötték, nem csak az erre a célra rendszeresített külön járattal.
A családi házas övezetekben például, ahol kevés fa gyűlt össze, az adott szállítási napon a kommunális hulladékgyűjtővel szállították el a fákat. Azonban azokon a területeken, ahol nagyobb mennyiség halmozódott fel, ott az elszállítást a hulladékgyűjtőjárat jelzése alapján külön fenyőjárattal oldották meg a takarítást. Sportág kiválasztás elősegítő programot indított a Baptista Szeretett Szolgálat Széchenyi Gimnáziuma általános iskolája és sportiskolája, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának munkatársa és a későbbiekben a hallgatók speciális mérésekkel segítik a munkát. A méréseket február elején megkezdték az 5. gyerekeknél, hiszen nem csak az alsó, hanem a felső tagozatba is várják az új gyerekeket az intézményben. A köznevelési típusú sportiskola új sportkoncepcióját az általános iskola első osztályában indították el ebben a tanévben először Pécsett. A 6-7 éves gyerekek a sportiskolába kerülve 6-7-es blokkokban sajátíthatják el a különböző sportágak alapjait. Labdás sportágakat, szivacskézi labda, amerikai foci, ez most nálunk egy új sportág, kosárlabda és labdarúgással ismertetjük meg, valamint küzdősport, torna, az úszás az benne van a tanmenetükben a gyerekeknek, valamint tollaslabda, és hát nagyon fontos az, hogy az atlétika alapjaival is megismertetjük a gyerekeket. Tulajdonképpen az atlétikát minden sportághoz alapként be tudjuk tenni nekik. A 6-7-es blokkok után tudnak az edzők, két tanáros óramodellbe edző testnevelő dolgozik a gyerekekkel, javaslatokat tenni, hogy ők hogy látják, mint látják, melyik sportágra lenne tulajdonképpen az a kisgyerek alkalmas, és ezt fogjuk az etika mérés még tudományosabb alapokra helyezni. A méréseket már meg is kezdték az egyetem egészségtudományi karának munkatársai. A sportantropometriai alapvizsgálat több mint 20 paraméter felmérését tartalmazza. Célja a növésben lévő gyermek alkati adottságainak feltérképezése és azon sportágak vagy mozgásformák körének beazonosítása, melyben a gyermek genetikai alkatából adódóan hosszú távon is sikeres lehet. Viki és Dominik felmérése azért is különleges, mert ők ikrek. Az ő esetükben azért érdekes, mert ők ikrek. Tehát egy fiú és egy lány, az már most látszik, hogy a lány egy picit érettebb, már előrébb jár a biológiai érettségben. Látszik az, hogy körülbelül milyen testmagasságúak lesznek, és milyen izomzattal fognak rendelkezni, tehát mennyire lesznek erősíthetők. Nyilván vannak olyan sportágak, ahol nagyon-nagyon fontos az, hogy jól erősíthető legyen valaki, akkor ezekből az adatokból ezt meg lehet mondani. Az antropometriai mérést 8 éves kortól lehet elvégezni, de a szakemberek általában a 9-10 éves korosztálynál végzik a vizsgálatot. Itt többek között a könyök, a térd, a boka, a csukló és a mellkas csontszélességét és hosszúságát, csontkörfogatát mérik. Ezen kívül testsúly, testmagasság és bőrredő mérést is végeznek. Az adatokat számítógép segítségével feldolgozzák, és így kapják meg azt, hogy milyen izomzatú és milyen testfelépítésű felnőtt lesz a gyerekből. Ő a Viktória, aki aerobikozik. Azt hozta ki a rendszer, hogy mezomorf testalkattal bír, zsírtömege az életkori sajátságoknak megfelel, és átlagosan erősíthető, ami azt gondolom, hogy az aerobiknak megfelel, hiszen itt extrém erősítésre nincsen szükség. Az látható, hogy nem lesz zsíros ember belőle, tehát szép, izmos fiatal hölgy lesz. A várható testmagassága 167-170 cm, ami azt hiszem jól fog mutatni a színpadon. Testalkata piktomorf, zsírtömege szintén megfelel az életkori sajátosságoknak, viszont ő könnyen erősíthető, és 176-179-es várható testmagassága lesz. Ez lefordítva annyit jelent, hogy tulajdonképpen jelen állapotban mindenféle sportágra alkalmas. Tehát mivel könnyen erősíthető lesz, erős testalkatú lesz, nem lesz zsíros, ezért bármi sportágat választhat. Mind a sportiskolának, mind pedig az egyetemnek hasznos az együttműködés, hiszen a mérési eredmények alapján a gyerekeket a megfelelő sportág felé tudják orientálni a testnevelők, de a hallgatóknak is jó lehetőség lesz a gyakorlati tapasztalatszerzésre. A meleg időjárás miatt nem tudják megtartani a február 8-9-ére tervezett sí- és szánkódiák olimpiát. A megmérettetés régi hagyományokra nyúlik vissza. Baranya megyében az első havas diák olimpiát 1977-ben rendezték. Az első 10 évben alpesi sí-, szánkó és sífutó verseny szánkóban álltak rajthoz a fiatalok, majd utóbbi kikerült a versenykiírásból. Az időjárás kiszámíthatatlanságával és az egyre kevesebb mennyiségű hó miatt azon
azonban rendszertelenné vált a havas megmérettetés rendezési lehetősége. Az utolsó versenyt 2015-ben tudták megrendezni a szervezők. Ugyan az elmúlt hétvégén tetemes mennyiségű hó hullott a meccsekben, de az egyre melegedő időjárás miatt 2018-ban sem állhatnak rajthoz a fiatalok a pécsi sípályán. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. Kell a közös agrárpolitika a következő Európai Uniós ciklusban. Világkampánya biztonságos és jobb internetért. Antropometriai mérések az LTK-n. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!